Talán jól játszottunk, hogy majdnem megvertük egy gyerek, egy X-en azért összehúztunk. Szerintem nagyon jól játszottunk. A nemzetközi mezőnyben is nagyon killódnak a Győr ellen, és hát nem sok csapatnak sikerül egyáltalán egy pontot is szerezni. De hát mi annyira jók voltunk, és annyira küzdöttünk, és annyira együtt volt a csapat, hogy ez ma sikerült. Én úgy gondolom, hogy mindenki arra törekedett, hogy itt a legjobb formánkat mutassuk, és kihozzuk magunkból a maximumot, és hát azt meglátjuk, hogy mire lesz ebben. Én úgy gondolom, hogy tartalékoltunk a Vilcs ellen, és evés közben jött meg az étvágy, tehát ez a kettő igaz így. Tehát itt a végjátékot ezt nyilván egy ilyen lehetőségben már nem fogjuk feladni, de az első fél idő az egyértelműen arról szólt, sőt a másodiknak az első időszaka is, hogy nem mozgatunk meg minden energiát. Úgy látszik, hogy ebből most jól jöttünk ki. Tehát vannak speciális esetek, vannak ilyen úgynevezett lútri dolgok, tehát ez most teljes mértékig az volt. Hát most hál' Istennek úgy gondolom, hogy nem volt sikertelen, de nyilván semmit nem érünk vele ezzel a döntetlennel, hogyha a Prestige-en kívül, hogyha a hétvégi szombati mérkőzés nem tudunk pontot vagy pontokat szerezni.